Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy hétvégi szerelmi jóslás. Ezen a hétvégén a hold eléri a felfele mozgó kármikus csomót, tehát itt vannak kármikus témák. Ez a felfele mozgó kármikus csomó utal az anyagiakra, vagy egy új irányra, egy új életterületre, vagy egy kiútra. Az lehet, hogy benne vagytok egy bizonyos helyzetben, és kerestek egy új lehetőséget, egy új irányt, egy kiútat, vagy rendezni kellene az anyagi dolgokat. A hold kering a Föld körül. Most hétvégén eléri azt a pontot, ami a legmesszebb a Földünktől tekintve. Ha elérte ezt a pontot, akkor aktivál nálunk valamit, mégpedig az álmokat, a vágyakat, a reményeket. De mivel ez olyan messze van a Földtől, így most hétvégén úgy érezzük, hogy ez elérhetetlen. Lehet, hogy vannak valakik, akik ezt most feladják. Itt most az a lényeg, az a fontos, hogy erősítsük a belső hitünket. Nem szabad feladni, akár miről van szó. És mit jelentenek a kártyák? Megnézzük a képeket. Itt látható egy király, ez utal a férfiakra, vagy ha te egy hölgy vagy, akkor utal a lelki társadra. Ő most ezen az arany úton akar menni, amit az ő lelke kiválasztott. Kezébe veszi a dolgokat, kezébe veszi ezt az arany érmét. Az utal az anyagiakra, a munkájára, de mind arra, ami vagy aki értékes számára. Ezt meg akarja tartani. Ami számára értéktelen, attól elbúcsúzik. Itt lesznek nála emlékek, gyermekkori emlékek, és ez szép, kellemes, hiszen látható, hogy itt van egy hölgy, aki őt ápolja, gondozza. Ez lehet az anyukája, vagy a nagymamája, valaki megjelenik az ő emlékében, aminek itt van gyógyító hatása. Nála javul most a helyzet. És hogyan tovább, mi vár rád, ha te egy hölgy vagy, akkor megnézzük a jövődet. Ezen a képen látható, hogy ez a hölgy itt várakozik. És ez legyen most a tartásod. Légy visszahúzódó, pihent ki magad, várj, amíg az események maguktól alakulnak. Itt láthatóak a kelyhek, amik utalnak a víz elemére, tehát jelentik az érzelmeidet. Ha te most előre szeretnéd vinni a dolgokat, vagy türelmetlen vagy, vagy jelentkezel nála, ez korlátozásokhoz vezet. Légy inkább visszahúzódó, hiszen ő jönni fog hozzád. De elvárja az elismerést, hogy te felnézz rá, vagy dicsérd őt. Ami a lényeg, az itt látható felül, ez a szerelmes pár utal rád és rá, tehát itt összejöttök, lesz közeledés. Ennek a kártyának van szimbolikus jelentése is, mégpedig jelenthet szerződéseket, vagy kapcsolatokat, mindazt, amit te szeretsz, amit kedvelsz. A fontos az, hogy ne veszítsd el a hitedet.
itt megvannak nálad az álmok, a vágyak, a remények, meg lesz az állandóság, és várható egy örömteli hír, vagy egy meglepetés. Ez lehet, ez a párkapcsolat, ez a szerelem, de lehet egy nyeremény is, vagy mindkettő. És én kívánok neked egy szép hétvégét, nagyon sok szeretettel, Dendera!